Azzal, hogy módosítani tudtuk a Paksi Atomerőmű építéséről szóló kivitelezési szerződést és a pénzügyi szerződést is, azzal lezártnak tekinthető a beruházás első fázisa, ami az előkészítésről szólt, és most már a valós építkezés fázisába lépünk át. A résfalazás már zajlik, majd fél kilométernyi résfalat már megépítettünk, ami gyakorlatilag már az egyötöde az összes leendő résfalnak, és az, hogy most el tudtuk kezdeni az építkezési fázist, az gyakorlatilag reálisan tartja azt, hogy a 2030-ra már a Magyarország energiaellátásának biztonságához az új paksi blokkok hozzá tudnak majd járulni. Nekünk ez nem probléma, mert előrelátóak voltunk, és mindenfajta baráti nyomás és szankciós fenyegetés dacára megépítettük a török áramlat gázvezetéket, amely 8,5 milliárd köbméteres kapacitással bír Magyarországra való belépési ponton, és mivel az Oroszországból Magyarországra irányuló hosszú távú gázvásárlási szerződésben 4,5 milliárd köbméter van kikötve, ezért nekünk igazából nem érdekes, hogy van-e Ukrajnán keresztül földgázszállítás vagy nincs, mert mi Törökországon, Bulgárián és Szerbián keresztül el tudjuk látni az országot orosz gázzal. Mindenki újabb és újabb forrásokat próbál szerezni, így vagyunk ezzel mi is. A diverzifikáció, ezt úgy hívják, de mi a diverzifikáció alatt nem azt értjük, hogy a meglévő forrás lecseréljük másokra, hanem hogy újabb forrásokat is hozzáadunk a magyar energiaellátás biztonságához. Azerbajdzsán, Katar és Törökország az elkövetkezendő időszakban nagyobb szerepet fognak játszani a magyar energiaellátás biztonságában, hiszen Azerbajdzsánból már megindult a fizikai gázszállítás, Törökországból jövőre már veszünk gázt, erről szerződést aláírtuk, és a politikai megállapodás értelmében a kereskedelmi tárgyalások folyamatosak a Katar gázzal, hogy 2027-től Katarból is cseppfolyósított földgázt vásároljunk. Minden egyes hír, ami a háborúból érkezik, azt bizonyítja, hogy minden egyes nap újabb és újabb veszélyekkel jár. Tehát minél tovább tart a háború, annál nagyobb az eszkalációs kockázat. Minél tovább tart a háború, annál több ember hal meg. Tehát minden egyes nap, minden egyes hírja az bizonyítja, hogy ennek a háborúnak minél előbb véget kell vetni. Az, hogy új világrend alakul, az szerintem már nem vita téma. Az se vita téma, hogy másodszor, nagyon rövid időn belül egy ilyen folyamattal nézünk szembe, és itt Magyarország szempontjából legfontosabb az, hogy ezt a szuverén, kizárólag a magyar nemzeti érdekek érvényesítésére való törekvésünket fenn kell tartani, nem szabad eltéveszteni az irányt, és nem szabad külső szereplők jó indulatára, dicséretére hajtani, hanem kizárólag a magyar nemzeti érdekeket szabad szem előtt tartani.